ökumenikus jótékonysági fotóverseny Makkos Jánosiban. Óvodaavatás Nagyszőlősön. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a Hitélet római katolikus műsorában. Két évtizede segíti Kárpátalján a legszegényebb családokat, gyermekeket és időseket az ökumenikus segélyszervezet. A beregszászi központhoz egyre többen fordulnak segítségért, mert az energiahordozók árának növekedésével nő az élelmiszer, a gyógyszer és a tüzelő ára is. Sokak számára életmentő a segélyszervezet támogatása. Ennélkül a sok segítség nélkül nem is élnék, mert 1200 nyugdíjam van, hiába ledolgoztam a 48-tól 86-ig a nyugdíjig. Leégett a házuk például, nincs ruhájuk. Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok. Közel 600-an gyűltek össze a Makkos Jánosi stadionban, hogy részt vegyenek az ökumenikus segélyszervezet által szervezett jótékonysági futáson. Hogyha tudok segíteni más embereknek, akiknek például nincs tüzelőanyag, vagy nem jut elég étel, vagy nem olyan tehetősek, hogy bármit meg tudjanak venni maguknak, vagy légszükségleti eszközöket, ételt, akkor hogyha ezzel tudok neki segíteni, akkor én szívesen jövök jövőre, azután és legközelebb bármikor. Azért jöttem el ide, mert ez egy jótékonysági célra fordítsuk, és szeretek sportolni, és úgy gondolom, hogy jobban érzem magamat attól, hogyha tudom, hogy segíthetek másoknak, és úgy gondolom, hogy mindenkinek részt kellene ebben vennie, hogy segíteni másnak. Kárpátalja heti lap csapata is benevezett a mai jótékonysági futás. A munkatársaink futottak, illetve még mindig pályán vannak, a terepen vannak. Rendkívül fontos az, hogy a sporton keresztül a szolidaritás érzését átadjuk, illetve elvigyük. Nagyon jó látni az, hogy évről évre egyre több fiatalt is látunk. Reméljük, hogy sikeres lesz az akció, és immár hagyományt teremtve jövőre ugyanitt találkozunk a többiekkel. Egyénként is, és a munkámból adódóan a Kárpátalja heti lap újságírójaként is fontosnak tartom azt, hogy részt vegyünk az ilyen és ehhez hasonló jótékonysági rendezvényeken, amit jelenleg az ökumenikus segélyszervezet szervezett itt meg Kárpátalján, amellyel a helyi rászoruló családoknak segítenek, és ez szerintem egy igazán jó dolog, ami mellé kell, hogy álljunk. És ebben a pillanatban elindult a 21 kilométeres táv. A jótékonysági félmaratont Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó a segélyszervezet önkéntese indította, aki maga is nekivágott a versenynek. Fölhívjuk a figyelmet arra, hogy az itt élő rászoruló embereken tudjunk segíteni, és erre gyűjtünk adományokat, és ezáltal befolyt adományokat az itt élő családoknak osztjuk szét, tűzifa, segélycsomagok, illetve a gyerekeknek különböző fejlesztő programok segítségével. Hajrá, Viki! A jótékonysági futóverseny magyarországi vállalatok összefogásával valósulhatott meg. Több támogató futócsapattal is jelentkezett. A bankban én személyes ügyemnek tekintem az egészséget, és a sportolás, a kollégák sportolásának a támogatása egy könnyű és jó lehetőség arra, hogy ezt a bankon belül is terjesszem. Ezért nagyon nagy mértékben támogatunk mindenféle sportot, amit a kollégáink végeznek. Van egy sportegyesületünk sok-sok sportszakosztállyal, közülük egyik az a futó szakosztály, hát ez egyik legnépszerűbb szakosztályunk, azért futni mégis csak egyszerű, mondjuk sárkányhajózni, úgyhogy sokan is vannak. Itt is voltak most 20-an a sportszakosztályból, ezen a rendezvényen. Több kilométert futottak, valaki 5 kilométert futott, valaki 10-et, hárman vállaltuk a 21 kilométert, egyszerre indultunk, egyszer is értünk célba, 2 órán belül, ami szerintem rendben van egy ilyen félmaratoni távnál, de azért ez mégiscsak egy jótékonysági esemény, nem egy verseny, hogy azért nem akartunk megszakadni, sehát utána még interjút is kell adni például, és a földön fekve, izzadva az kicsit nehezebb lenne, bár lehet, hogy önök jobban élveznek. Úgyhogy hát így vagyunk mi, szeretjük a sportot, szeretjük az egészséget, fontosnak tartjuk azt, hogy segítsünk ott, ahol tudunk segíteni, és ez egy nagyon-nagyon szép lehetőség rá, és megjegyzem, hogy nagyon-nagyon szép hely is.
nekem rettenetesen tetszett az útvonal, és ahol futottunk. Egy kicsit körbenéztem azért Kárpátalján is, tegnap már erre jártam, és nagyon-nagyon szép. Én biztos vagyok benne, hogy sokszor el fogok még ide jönni. A futók 5 távon indulhattak. A leghosszabb a félmaraton, a legrövidebb 800 méter volt. Ezen a közösségi távon együtt futott 16 környező iskolából több száz gyermek és a profi futók. Az Ökumenikus Segélyszervezet a már hagyományos őszi adománygyűjtése során a kárpátaljai rászorulók számára várja a hozzájárulásokat. Az energiaárak megközelítik a magyarországi mértéket is, és ehhez képest a fizetések pedig egyáltalán nem. El lehet képzelni azt, hogyha mondjuk egy minimálbérért dolgozó ember, aki magyarországi forintok megfelelően 20 000 forintot kap egy hónapban, és ehhez képest olyan energiaárak vannak, ami az ő pénzéből kifizethetetlenek, akkor miért van szükség segítségre? A jótékonysági futással a szervezők szeretnének sokakat adománygyűjtésre buzdítani. Azért, hogy a tél közelettével minél több rászoruló kárpátaljai családnak tudjanak segítséget nyújtani. 1500 címre szállítottunk ki, házhoz szállítottunk nagyértékű élelmiszercsomagokat, és az első körben a fűtésszezon induláskor fél-fél tonna brikettet, és utána, mivel eléggé hát zordak voltak az időjárási körülmények, utána még megismételtük, ahol a legnagyobb szükség volt, még 250-250 kg brikettet kiszállítottunk. A múlt évben volt az, hogy hát egy... tehát a segélyszervezet munkáját támogatta a Magyar Megyéjogó Városok Szövetsége, és ez lehetővé tette, hogy nem csak a beregszászi járásban dolgoztunk, hanem a szőlősi járásban, ahol jelentős a magyar embereknek a száma. Az Ökumenikus Segélyszervezet szeptember 24-én indított országos pénzadománygyűjtése október 31-ig tart Magyarországon. Ennek keretében a 1353-as adományvonalon hívásonként 250 forinttal lehet támogatni a kárpátaljai segélyprogramot. Műsorunk további részében a nagyszülősi Szent József Bölcsőde óvodát mutatjuk be önöknek, amelyet nemrégiben adtak át Kárpátalja egyik legnagyobb költségvetésű óvoda felújítási projektjeként. Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében újították fel a nagyszőlősi Szent József Bölcsőde óvodát. Kuti László első beosztott konzul az átadó ünnepségen elhangzott beszédében elmondta, a beruházás 260 millió forintos költségvetéssel Kárpátalja egyik legnagyobb óvodafelújítási projektje. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az óvodafejlesztési programunk immár a harmadik szakaszába, harmadik fázisába ért el. A Kárpát-medencei program keretein belül csak Kárpátalján eddig 6 milliárd forint értékű beruházás valósult meg, illetve van folyamatban a megvalósulása. 139 óvodát újítunk fel, és 32 új óvoda épül. Ez óriási szám. Mi úgy gondoljuk, hogy ezzel valóban a bázis oktatási rendszert sikerül, a magyar nyelvű bázis oktatási rendszert sikerül megújítanunk, élővé újjá tennünk. Ami a teljes Kárpát-medencét illeti, nem titkolt szándéka a magyar kormánynak, hogy azt a 48 ezres létszámot, akik eddig a magyar tanítási nevelési nyelvű gyermekintézményekbe jártak, 60 ezerre emeljük, annak ellenére, hogy a közismert demográfiai folyamatok azok ennek ellenében mozognak. Az, hogy itt lehetünk most Nagyszőlősön, tudjuk, hogy a
a bővítés, az új szárny építése azért is vált szükségessé, mert bizony 50%-kal emelkedett az óvodába beiratkozni kívánó gyermekek száma, és őket el kellett valahol helyeznünk. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez így történünk, és egészen biztos vagyok benne, hogy ez az óvoda, ez sokat fog segíteni abban, hogy a nagyszülősi magyar közösség is megtalálja magát, fenntartsa kultúráját, identitását, tovább éljen. Amit gyerekeinknek adhatunk, gyökerek és szárnyak. A magyar kormány nem csupán az állami, hanem az egyházi fenntartású oktatási intézmények sorsát is szívügyének tartja. A történelmi egyházaink rendkívül fontos szerepet játszanak a magyarság megtartásában, az emberek lelki ápolásában. Ez nem csak és nem is csak nemzethez, hanem általános emberiességhez kötődő rendkívüli misszió, rendkívüli feladat. De úgy veszük észre, és ez teljesen egyértelmű tapasztalat, hogy azokon a helyeken, ahol az emberek kisebbségben, nemzeti kisebbségi közösségeket alkotva élnek, így Kárpátalján, Erdélyben, máshol, a magyarok számára a történelmi egyházak egy bástyát jelentenek, egy olyan védelmet, ami hosszú évtizedeken keresztül megóvta a közösséget a beolvadástól, az asszimilációtól, lelket vert az emberekbe, és lehetővé tette azt, hogy megmaradtak magyarnak. Úgyhogy rendkívüli szerepe van a római katolikus egyháznak, a görögkatolikus egyháznak, a református egyháznak. Nagyon örülök annak, hogy a mai nap ez tisztán beigazolódott, hiszen itt egy katolikus egyházi óvoda került átadásra. A magyar kormány támogatásával az egyház nagyon fontos, missziós, nemzetmegtartó szerepével. Nem véletlen, hogy Szent József óvoda, hiszen Szent József a család védőszentje, a család megtartója, és nekünk magyaroknak is az a legfontosabb, hogy a családok érdekében történjen minden, hiszen a család az ember számára a legfontosabb közösség, ebben a nemzet legfontosabb egysége. A családok, ha szilárdak és gyarapodnak, akkor a nemzet jövője biztosítva van. A római katolikus Szent József bölcsőde óvoda új szárnyának építéséhez 2018-ban kezdtek hozzá a Nagyszülősi Szociális Karitatív Központ és a helyi római katolikus egyházközség kezdeményezésére. Tudni kell azt, hogy 1998-ban, amikor pap Tihamér Ferences atya kezdeményezésére újból indult az óvoda működése, akkor az csak úgy volt lehetséges, hogyha a Caritas lesz a fenntartója. Ekkor különböző pályázatok és lehetőségeken keresztül a Caritas volt az óvoda fenntartója, viszont később lehetséges lett az, hogy az városi önkormányzatnak adtuk át a fenntartást. Az új óvoda építéséhez úgy csatlakozott a Caritas, hogy mi voltunk a kezdeményezők, akik a pályázatot elindították. Ugyebár meg volt hirdetve Magyarországon ez a kárpátaljai óvodafejlesztési projekt, ennek keretében beadtuk a pályázatot. Reménykedtünk abban, hogy lesz belőle valami, hál' Istennek ez sikerült is, és mai napon íme ezt ünnepelhessük. Egy évvel ezelőtt itt álltam ennek az udvarnak, a Székloncsol területén. Az intézmény bővítésére többek között azért is volt szükség, mert a beiratkozni kívánó gyermekek száma az utóbbi évben 50%-kal növekedett. A bővítésnek, felújításnak köszönhetően a Szent József bölcsőde óvoda ezentúl 100 férőhelyjel, 4 csoporttal és korszerű, kényelmes körülményekkel várja a csöpségeket. Pap Tihamér atya szolgált itt, és az ő kezdeményezésére nyílt meg az óvoda. Akkor csak 2 csoporttal működött, egy kis óvoda volt, és egy egyházi fenntartás alatt álló óvoda volt, ami 2006-tól a Városháza fenntartás alá került, mivel már nem volt költség a fenntartása, ezért az egyház arra kényszerült, úgymond, hogy átadja, akkor így bérbe adja a Városházának, és akkor úgy működött már, mint a többi városi óvoda. Utána pedig nyitottunk még egy bölcsődecsoportot, és 3 csoporttal működtünk az idei év szeptemberéig, mivel tavaly májusban kezdetét vette az új épületnek az építkezése. Thank you.
Elsején tudtunk beköltözni már az új épületbe, az új épületszárnyba, ahol jelenleg most 4 csoport működik. Csoportszobával, külön hálószobával, külön mosdóhelyiségekkel, gyerekek számára, a dolgozók számára, egy modern, egy minden igénynek megfelelő konyhával, irodákkal, és amint látjuk, egy hatalmas nagy 10 termet is kaptunk, amire nagy igényünk volt és szükség volt, mert ugye a gyerekek ünnepségeit és minden más egyebet nem volt az az igazság a régi épületben, hol lebonyolítani, mert hát helyszűke volt, és főleg azért is lett igény annyira az óvodára, egy új óvodára, mert sok volt a gyerek, és kicsi volt a hely, mert a régi óviban, hogy a gyerekek is énekelték, kicsi nekünk ez a ház, kirúgjuk az oldalát. Imádkozzatok ti is mindannyian, hogy olyan gyermekek nőjenek itt, akik akarnak úgy ajándékozni tovább. A nagyszülősi nem az egyetlen római katolikus vallású óvoda, hiszen az egyház Kárpátalja szerte fontosnak tartja a gyermekek keresztény értékrendszerint való nevelését. Az óvodát Majnek Jenő Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke szentelte meg, aki kiemelte, hogy az intézménynek fontos küldetése van. Ám ami legalább ennyire fontos, hogy a családok megtöltsék az gyermekekkel. Valamikor régen, még 25 éve gondoltunk először arra, hogy óvodákat kéne alapítanunk, mert sorra zárták be az óvodákat. És mindenhol kértek minket arra, hogy vegyünk át valamilyen bezárt óvodát, és mi keressünk rá szponzorokat. Igazából tehát ilyen karitatív céllal indult el az első néhány óvoda alapítása itt Szőlősön, aztán a Felső-Tisza vidéken, például Aknaszlatinán, Nagybocskón és Gyertyánligeten, Hustyaházán, és így tovább. Már több mint 10 óvodánk működik, még vagy 6-ot építünk, hála a magyar kormány segítségének. Itt érdekes, éppen a szőlősi járásban meg tudták oldani azt, hogy az ukrán állam is nagyon sokat segít az óvodák fenntartásában. Máshol kevésbé. Természetesen a magyarországi példák is, meg a külföldi példák is indítottak erre engem, hiszen Ferences gimnáziumban tanítottam. Igaz, én állami gimnáziumban jártam, én ott is nagyon jól éreztem magamat. Minden esetre francia példák, Amerikában is láttam sok jó példát, hogy katolikusok tartanak fenn iskolákat, és számomra éppen az volt a furcsa, hogy a liberális Franciaországban is egyre többen jelentkeznek katolikus oktatási intézményekbe. És ez is bíztatott minket arra, hogy merjünk ebbe belekezdeni, hiszen itt is már bizony hallani azt, amit először Amerikában hallottam, hogy az állami intézmények tanításának a színvonala nagyon lecsökkent, és az egyházi iskoláké az erős. Nem csak a fegyelem, hanem a tanítás színvonala is magasabb. Ez hál' Istennek talán elmondható minden intézményünkről, hát éppen ennek a nagyszülősi óvodának is a létszáma bizonyítja, hogy 98 gyerek jár ebbe az óvodába most már, hogy nagy az érdeklődés, ugyanúgy a Munkácson nem régen beindított óvodában ugyancsak 2-szeres túljelentkezés volt. Igazából ez a sok szép kezdeményezés és épületek felújítása, illetve újak építése, az nagyon nagy dolog, nagyon szép dolog, különösen láttuk ebben az új óvodában, csodálatosan szép, de az első a személyi feltételek, az első az ember, és itt ennek az óvodának is, mint mindegyik többinek is, ez az első feltétele, hogy lesz-e gyerek, és szülnek-e gyereket-e a szülők, elfogadják-e a következő gyermeket, elhiszik-e azt, amit a Biblia tanít, hogy a gyermek az Isten ajándéka. Ezen a hiten múlik minden. Mert ha tényleg ajándék, ahogy az egyik felszólaló mondta, hogy ott megifjódik az ember, és felfrissül a gyerekek között, és valóban felvirul ott mindenki, nem csak a szülők, de még a nagyszülők is, akkor
Én azt hiszem, hogy lesz jövője ennek és a többi óvodának is. Mindenkiért, aki ennek az épületnek a létrehozásán és felépítésén dolgozott, vagy abban segítkezett, kérjük téged, hallgass meg minket. Városunk, egyházközségeink, családjaiért, akik ennek az óvodának a létrejöttén velünk együtt örvendeznek. Kérjük téged, hallgass meg minket. Minden gyermekért, akik ebben az óvodában otthonra fognak lenni. Kérjük téged. A helyi római katolikus egyház nagyban támogatja az óvoda munkáját. Többek között a nyelvtörvény negatív következményei miatt is tartják fontosnak, hogy a magyar családok gyermekei magyar nyelvű, vallásos szellemben működő intézményben cseperedjenek. Az egyházközség családokból áll, a családoknak gyerekei vannak, és nagyon fontos az, hogy ne csak a templomban legyenek olyan közegben, ami Istenről szól, az egyház közösségéről szól, hanem egy óvodában is, meg természetesen iskolában is nagyon jó volna. Magyarság szempontjából éppen így fontos, tehát az itteni magyar és keresztény közösség számára a gyerekeknek, a következő generációnak a nevelése szempontjából nagyon fontos. Mai időkben Ukrajnában pedig különösen fontos, ugye a kisebbségi nyelveken beszélők, így a magyarok is, eléggé hátrányban vannak, illetve még nagyobb hátrányban lesznek valószínűleg Ukrajnában, hiszen az oktatási törvény limitálja a magyarul való oktatást. Az általános iskola 4. osztályáig lehet magyar nyelven tanítani, illetve ez érvényes a többi kisebbségi nyelvre is. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy ragadjuk meg azt a lehetőséget, amit még a törvény abszolút megenged, vagyis hogy legalább az óvodában, az alsós iskolai osztályokban, akkor ezt éljünk ezzel a lehetőséggel, és magyarul legyen az oktatás. A gyerekeknek, a piciknek a tánccal, a mondókákkal, az énekkel, a színek, a kultúra, ezeken a csatornákon keresztül ivódik bele a gyerekekbe. Nem elég csak beszélni, vagy egy nyelvet önmagában megtanulni és átadni, hanem nagyon fontos, hogy ami körülveszi őket, az a közeg, az a millió, az is azt sugározza, amik a mi értékeink. Tehát a kereszténység és a magyar nyelv, magyar kultúra, ezt gondoljuk, hogy nagyon fontos az óvodában is átadni. A nagyszőlősi Szent József bölcsőde óvoda megnyitója a Csöpségek ünnepi műsorával ért véget. Ők verssel, énekkel és tánccal mondtak köszönetet a támogatóknak és a Jóistennek az ajándékért, új óvodájukért.